Ha visszagondolok az elmúlt 7 évemre, akkor azt gondolom, hogy nem volt tökéletes, nem volt hibátlan, nem volt olyan, mint amilyennek megálmodtam az utazást, viszont nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy megcsináltam, és nem tudom elképzelni, hogy érdekesebben tudtam volna tölteni ezt az időt, és ez nagyon jó érzés, még így is, ahogy itthon vagyok, hogy azt csináltam, amit igazán szerettem volna. Valahogy ebben az utazásban azt tapasztaltam meg, hogy az embernek sokkal inkább rá kellene bíznia magát a gondviselésre, az Isten gondviselésére. Tehát amit keresztény emberként itthon hangoztatunk és beszélünk arról, hogy Isten rendezi az ember életét, és hogy Isten jelen létében történik az ember élete, nem, legalábbis nekem itthon azelőtt annyira nem sikerült meg is élnem azt, mint az utazásunkban, amikor tényleg nap mint nap ki vagy annak téve, hogy nem tudod, hogy másnap mi lesz, nem tudod, hogy egy hét múlva mi lesz. Sokkal jobban ezt szeretném én ezt hazahozni, hogy itthon is úgy élni meg a napjaimat, és a heteimet, és a hónapjaimat, és a többi, hogy tudjam azt, hogy Isten elkészíti mindig azt a szakaszt, amit nekem látnom kell. Egyetemre jártam, a Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetemre, és már az utolsó évemet tapostam, mikor eszembe jutott, hogy... És nem akkor jutott eszembe, de régen bennem volt már ez a vágy, hogy utazzak. Ami akkor jutott eszembe, hogy beiratkozhatnék akár egy idegenvezető képző tanfolyamra. Ugye anyagi keretem nem nagyon volt az, hogy nem láttam, hogy hogyan fogok én járni kellni a világban, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már nincsen hozzá saját forrásom, akkor mi lenne, hogyha ezt munkaként is csinálnám, akár mellékesként, vagy ahogy kialakul. Tehát mindenképpen szerettem volna elvégezni egy idegen vezető tanfolyamot. És hát akkor 2004. szeptemberében voltunk, akkor beiratkoztam erre a tanfolyamra, és első alkalom, amikor besétáltam a tanterembe, megláttam a hátsó sorban néhány székkel odébb, ahová én leültem, egy igazából régi, új ismerőst. Ezért mondom így, mert egy gimibe jártunk, de sose beszéltünk a gimnázium évek alatt. Tehát így látásból így emlékeztem rá, hogy kicsoda. És hát ott történt. Megszólítottam, hogy szia, te nem a Végteodóra vagy? És akkor ő persze nem emlékezett rám így a gimnázium után elteltek évek, 4-5 év. Tehát ő így elsőre egyáltalán nem tudta, hogy hová tegyen, és honnan tudom a nevét. Azért nem volt nagyon ellenemben, hogy megszólított, tehát aznak azért örültem. Mert nem így volt pontosan egyébként, mert te voltál ott, és én jöttem be később. Az is lehet. Te már ott voltál, én bejöttem a terembe, és körülbelül olyan 6 másodpercembe telt, amíg halálos szerelembe estem utóra. Így van, leültél, azt hiszem, 2-vel odébb tőlem, és így van, te jöttél be utólag, és akkor leültél kicsit odébb, és akkor szólítottalak meg, hogy szia, nem a Végteodóra vagy te. Igen, miért? Hogyha így a kettőnk útját, kettőnk találkozásának az előkészületét is nézem, hogy én hogyan kerültem egyáltalán ebbe a közegbe, ebbe a környezetbe, ahol mi találkozhattunk. Én Magyarországra 1990-ben kerültem. Családdal együtt mentünk ki. Van egy testvérem, egy bátyám, és szüleimmel így négyesben mentünk Magyarországra új életet kezdeni 1990 márciusában. Székelyföldről, Székely Keresztúr mellett, Csekefalván éltünk addig, és nyilván a rokonság, nagyszülők, mindenki mai napig, mármint aki mai napig még köztünk van életben, ott élnek.
Úgyhogy így a szűk családdal kerültünk Magyarországra, és igen, különböző hatások, különböző dolgok hatásaképpen kerültem én olyan környezetbe, olyan hatások alá, hogy aztán teológia lett a választás a továbbtanulásnak. Mindene van a szerelemnek a 7 év alatt, sok mindent, mélységet, magasságot átéltünk, meg ugye az azért nagyon sokat számított a kapcsolatunkban, hogy nagyon sokféle helyzetben láttuk a másikat, és nagyon sokféle helyzetben kellett helytállnunk egymás mellett. Mert hogy ugye úgy kezdtük a házas életünket, mi nem éltünk együtt, mielőtt összeházasodtunk volna, és a házas életünket már is Japánban kezdtük, egy olyan környezetben, ahol Hunor nem tudta nem, hogy csak a helyi nyelvet, de akkor még angolul sem tudott, tehát nagyon, nagyon rám volt szorulva. Tehát ez meglehetősen kiszolgáltatott állapot volt, tehát hogy nem tudom a nyelvet, ahol vagyunk, nem ismerem a környezetet, abszolút idegen kultúrában, mintha a holdra lepöttyentettek volna, és akkor na, talált föl magad. Egyébként, hogy hogyan kerültünk Japánba, hogy utazni szerettünk volna mind a ketten, erről még egy mondatot ejtenék csupán, hogy ez nekem magamtól, nekem nem jutott volna eszembe, hogy Japánba menjek, az egészen biztos. Utazni szerettem volna, én nyugati világban gondolkoztam. Hát valamelyest németül beszéltél. Így van, németül beszéltem, némi nagyon gyenge angol alapjaim voltak. Úgyhogy én nyugat felé indultam volna, de hát Teodora kapcsán és az ő japán szakos végzettsége kapcsán és az ösztöndíja kapcsán bejött ez a japán kép, mondom, hát ez teljesen kész. Tehát ez annyira új és annyira izgalmas és annyira nem gondol, tehát... Túl van azokon a kereteken, abszolút amit te túl van mindenem, mint amennyit úgy álmodni mertem volna. Tehát én ilyen nagyban nem mertem volna álmodni egészen Japánig vagy a Távol-Keletet bejárni. Úgy indultunk el Japánba, hogy én kaptam egy japán szakos ösztöndíjat, mert én a Károli Egyetemnek a japán-angol szakára jártam, és a japán államnak kaptam meg egy ösztöndíjat. Először egy egyetemista ösztöndíjat, amivel japán nyelvet tanultam, és utána a második alkalommal pedig egy kutatói ösztöndíjat kaptam egy japán művészeti egyetemre. Most mind a két ösztöndíj Okinawa szigetére szólt, ami egy kicsit más, mint Japán többi része, tehát ez egy nagyon kicsi és nagyon családias és nagyon gyakorlatias, ha lehet ezt így mondani, művészeti egyetemet kell elképzelni, ahol együtt van a képzőművészet, az iparművészet, a tánc, a zene, és elég jó átjárhatóság van a szakok közt. Mármint, hogy természetesen mindenkinek megvan a fő szakja, de én, mint külföldi, azért eléggé szabad voltam, tehát táncelméleti órákra is jártam, de én eredetileg a design, vagyis a tervezés szakon voltam, és ebben volt benne a videó szak is, és úgy alakult, hogy a két év kutatói ösztöndíj végén én jelentkeztem a mesterképzésre, vagyis felajánlotta a mesterem, hogy itt maradhatok a mesterképzésre, hogyha videó szakon fogom megcsinálni a diplomamunkámat. Pedig már ő is tudta már akkor is, hogy mi ezt Hunorral ketten közös projektbe csináljuk a videóinkat, tehát én voltam, főleg dokumentumfilmeket csináltunk, ilyen rövidebb, hát ezek még ilyen nagyon kezdetleges, kedves dokumentumfilmek voltak, ilyen rövid bemutatók Okinawa kicsi szigeteiről. Igen, akkoriban én már nagyon benne voltam, hát nagyon kacsingattam a fotózás felé. És vettem kamerát, kértem kölcsönkamerát, tehát a kamerákkal foglalkoztam, de a magam részére igazából leginkább fotó. És akkor én meg megkértem Hunort, hogy amikor nekem kellett ugye a videókat készíteni, hát messze sokkal mélyebb, tehát sokkal szebb meglátásai voltak, és sokkal jobban bánt a kamerával. Úgyhogy általában ő csinálta a felvételeket, én hoztam az ötletet, hogy mi legyen a téma, én csináltam az interjúkat, és utána én vágtam össze az anyagot. És ugyanígy lett kész utána. A két év alatt egy dokumentumfilmet készítettünk ketten. Az a címe, hogy egy azon nap alatt, és négy különböző kultúrát mutatva, és hogy három különböző kultúrát mutattunk be, és a negyedik részében a filmnek pedig ebből a háromból egy ilyen közös kísérleti filmet eléggé hoztunk létre. Eléggé nehezen meghatározható műfajilag az, amit elkészítettünk, de én is nagyon élveztem ezt, mert használhattuk az egyetemnek a felszereléseit, világításokat, állványokat, kamerát. Nekem igazából Magyarországgal az iskolai keretek közt folyó tanulmányaim befejeződtek. Nekem Japánnal egy
abszolút más fejezet kezdődött az életemben, úgyhogy a gyakorlatban az életet kezdtem el tanulni. Azzal, hogy gyakorlatilag mindenféle munkákat elvállaltam. Meg az idegen nyelveket. Így van, meg az idegen, hát az ilyen nyelv. Akkor angolul még annyira gyengén beszéltem, hogy nem voltam képes egy munkainterjúra, vagy egy munka hirdetésre jelentkezni telefonon. Úgyhogy nekiestem nagyon intenzíven tanulni angolul. Na és miután az angol nyelvvel eljutottam egy olyan szintre, hogy tényleg tudtam jelentkezni egy munkára, akkor alakultak úgy kapcsolataim, hogy tudtam jelentkezni egy munkaközvetítő irodánál, akik az Okinaván megtelepedett amerikai katonai bázisokra közvetítettek munkaerőt. Ugye mai napig ugye a világháború, második világháború örökségeként Okinaván, és amúgy Japán más részein is, de leginkább Okinaván vannak mai napig amerikai katonai bázisok. Sőt, az amerikai haderőnek a legnagyobb külföldön lévő bázisai Okinaván vannak. Aztán, hogy a légi, legnagyobb külföldi légibázis. A legnagyobb külföldi légibázis, meg a legnagyobb Amerikán kívüli tengerészgyalogsági egység ott van Okinaván. És ez adta nekem az a lehetőséget, hogy angol nyelvvel tudok a munkát vállalni. Elején sokat panaszkodott Hunor a főnökére, hogy mennyit beszél, hogy állandóan beszél, és hogy ő nem ért semmit. Mondom, örülj neki, így fogsz megtanulni angolul. Olyan, mint hogyha ingyenes társalgási óráid lennének, egy idő után érteni fogod. Már Okinaván elkezdtünk én elkezdtem tahiti táncot tanulni, mert volt egy tahitiról származó, és egy tahiti évfolyamtársam az egyetemen, mert hogy ugye sokan voltunk külföldi diákok, és tőle kezdtem el először táncolni, tanulni, és én abszolút az első pillanatban beleszerettem ebbe a ilyen nagyon vidám, élettel teli táncba. És utána kiderült, hogy, mert ez a lány hazament, tehát tanár nélkül maradtam, de kiderült, hogy Japánban ez egy nagyon népszerű tánc, tehát rengeteg iskola, tánciskola van, ahol ezt lehet tanulni, úgyhogy én utána a japánokhoz elszegődtem tahiti táncot tanulni. De hát persze végig bennem volt, ugye én egy tahiti lánytól kezdtem el tanulni, meg végig bennem volt az, hogy ezt azért én mégsem japánoktól szeretném tanulni, hanem oda menni, ahonnan ez ered. És hát így is, Hunor is belekeveredett ebbe az egész dologba. Igen, kerestek, a tánciskola készült Las Vegasba, Amerikába egy tahiti tánc versenyre egy válogatott táncos csapattal, és kerestek dobosokat. És egyébként Teodorának a felvételeit, amire ő gyakorolt, azokat a felvételeket hallgatva, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett azok a ritmusok, azok a dobok, az a nagyon pergő dobolás, amit a tahitiak csinálnak. Úgyhogy lelkesen jelentkeztem, hogy szükségetek van dobostokra? Jövök. És különben is azt kérték, hogy kb. 2-3 percet kellene színpadon dobolni Las Vegasban ezen a versenyen, amíg a csapat táncol. Na hát néhány percet meg lehet tanulni. Nem gond. Aztán kiderült persze utólag, hogy de gond. Tehát 2-3 percet sem lehet megtanulni néhány hét alatt. Úgyhogy végül szerintem óriási égés volt, de azért a zsűri nagyon rendesek voltak, megdicsérték a dobosoknak a bevállaló igyekezetét, így van, a bevállalóságát. Meg hát arra nagyon jó volt, hogy megismerkedtünk Tahit. Tehát, hogy akik oda jöttek minket tanítani, Las Vegasban találkoztunk egy 8 tagú zenekarral, akik Tahitiról jöttek. Tehát, hogy az azért nagyon nagy hatással volt ránk. Így szerintem. Van, tehát akkor láttam, akkor szembesültem én is azzal igazából, amit felvételeken soha nem lehet visszaadni annyira, hogy ezek hogy szólnak élőben, amikor azt ott az orrod előtt egy profi csapat csinálja, és az olyan hatással volt rám, hogy tényleg az volt, hogy ezt valamilyen módon meg kell közelíteni úgy, hogy a forráson tanuljam, nem pedig Japánban, úgyhogy nincs is igazán tanár, hanem felvételekről utánozva, és a többi. Úgyhogy... És ráadásul ezek a tahiti zenészek is nagyon kedvesek voltak, mert először mi úgy voltunk, hogy mi annyira nem tudunk semmit, hogy szinte nem is mertünk tanulni tőlük, annyira nem voltunk a szintjükön, de abszolút megbecsüléssel és figyelemmel és kedvességgel fordultak hozzánk, annyira, hogy még egy dobot is kaptunk tőlük ajándékba. Így van már akkor. Úgyhogy ez is abszolút arra sarkalt, hogy na hát akkor, hogyha már ennyire megbecsülnek, akkor mi is becsüljük meg magunkat, és álljunk neki. És így érkeztünk el, vagy hát így mentünk el Tahitira, és az volt a célunk, hogy ott,
ott tanuljuk. Én a táncot, Hunor pedig a dobolást. Nem kellett sok idő hozzá aztán, és elkezdtem ezt a faröntöt kocogtatni. Jó nehéz egyébként. Ez egy nagyon szépen kifaragott rózsafa, valamiféle rózsafából készült röngdob. A belseje üregesre van faragva, és úgy hívják, hogy toere. Toere, ez az egyik alaphangszer a tahiti dobos csapatoknál. Egyébként még ezen kívül vagy 4-5 féle dob szerepel a zenekarokban. Ez mindenképpen alaphangszer, és hogy mennyi idő alatt lehet ezen megtanulni játszani, azt nem tudom megmondani, mert hosszú. Tehát én nem állítom, hogy tudok ezen a hangszeren játszani. Én azt tudom talán kijelenteni, hogy ismerek néhány alapritmust, és azt a magam tempójában el tudom játszani, de hogy a helyiekkel felvenni a versenyt, ahhoz még szerintem hosszú-hosszú évekre lenne szükség. Na hát kicsit meg is szólaltatom, hogy lássuk, hogy hogy hangzik. Igazából a földre kellene letegyem, de talán így is menni fog. Szóval ebből a hangszerből az a csoport, ahová sikerült járnom, aztán beilleszkednem, kb. 15 ilyen dob szerepelt benne, és még jó néhány egyéb dob, ilyen bőrfelületű dob, amit kézzel ütnek a tetején. Van ilyen pergődob is. Ilyen röngdobból egyébként különböző méretűek léteznek, tehát ezt a hangmagasságot lehet variálni, 4-5 féle méret van, és még ezen belül is attól függően, hogy itt ütöm a szélét, vagy a közepét, más a hangja, tehát nagyon széles skálán mozog az, hogy mi mindent lehet ezen ütni, és amikor így együtt játszik 10-15 ember, az valami egészen fantasztikusan szól. Az anyagiak az egy nagy kérdés volt mindig is, mi ahogy erre az utazásra gondoltunk, hogy fogjuk mi ezt fedezni, hogy fogjuk mi ezt finanszírozni. Igazából azt tudnám mondani, hogy az Okinawán eltöltött évek segítettek nekünk nagyon sokat. Tehát az ott megkeresett pénz, az ottani bevételünk, hála Istennek úgy alakult, hogy abból mindig tudtunk minden hónapban valamennyit félretenni. És az Japán, az okinawai évek alatt tudatosan erre készültünk, tehát mi erre gyűjtöttünk. Tehát úgy éltük az ottani életünket, hogy nekünk spórolnunk kell, nekünk félre kell tennünk minden hónapban, mindig néztem azt, hogy mennyi, és hogy tudjunk összerakni egy akkora összeget, hogy na, ezzel már bele tudunk vágni. Így említettem a katonai bázisok jelenlétét Okinaván. Én eleinte nagyon sokféle egy-két napos alkalmi munkákat elvállaltam, éttermi kisegítőként, pincérként, gyors éttermi kisegítő, hamburgerkészítő, pizzasütő, nem tudom, épületfestegető, karbantartó, nem is tudom. Talán a legextrémebb munkahelyem az egy hűtőházban volt, mínusz 20 fokban pakolni egy hatalmas teremben, és akkor a 10 perces szünetek kint a plusz 35-ben. Nagyon sok mindent elvállaltam, tényleg. Amikor is egyszer csak felajánlották nekem a munkaközvetítő irodától, hogy most szeretnék neked egy állandó munkát adni, és ez volt, amiben végül majdnem a végéig dolgoztam.
a technikusi munka, ami azt jelentette, hogy ilyen nagyüzemi, konyhai gépeknek nagyon széles skáláját telepítettem, szervizeltem, javítottam. Hawaii-on találtunk egy nagyon jó programot, vagyis még Japánban, mielőtt Hawaii-ra érkeztünk volna, kerestünk az interneten egy programot, vagy más utazók ajánlották, ez az a neve, hogy Workaway, és ez egy nemzetközi hálózat, fel lehet rá jelentkezni, és igazából önkéntesként lehet dolgozni családoknál, vagy farmokon, és napi, úgy emlékszem, hogy 4 vagy 6 órát, azt hiszem, hogy napi 6 órát... Valami olyasmi, de igazából nem vették ezt egyáltalán kell dolgozni, és ezt szállásért, tehát cost quarter szállásértételért. És mi találtunk egy családot Hawaii Big Islanden, akik kerestek szakács, tehát ilyen házi kisegítőt szakácsnak takarítani, gyerekekre vigyázni. Házkörüli javítási munkákat elvégezni, kerti munkákat elvégezni, úgyhogy ebbe mind a ketten úgy voltunk, hogy ezt ránk szabták. És ők is úgy voltak, tehát a család azonnal visszajelzett, hogy szeretettel várnak minket, és tényleg nagyon megtaláltuk őket, meg ők, tehát hogy így kölcsönös volt a vonzalom, vagy ez a jó kapcsolat, meg ez az egymásra találás, úgyhogy tényleg szinte a hétvégéinket is, meg a szabadidőnket is együtt töltöttük. Egyébként, hogy még egy kicsit visszatérjünk a financiális kérdéshez, ugye előre, ahol úgy láttuk, hogy itt bevétel nem valószínű, hogy elérhető, tehát nem fogunk tudni pénzt keresni, mindig az volt az alapállás, hogy ha már nincsen bevétel, akkor a kiadásainkat nagyon-nagyon, amennyire csak lehet a minimára csökkenteni. És igazából így jött képbe ez a Workaway, ez a Hawaii önkéntes, ez a család körüli segítő dolog is, mert akkor ugye a szállásunk meg van oldva, étkezésünk nagyjából meg van oldva, közlekedésünk meg van oldva, mert kaptunk egy autót is, úgyhogy igazából alig volt kiadásunk Hawaii-on. Tényleg, tehát ez így nagyon, nagyon jól működött. Az utazás pedig hol stoppolással, hol így jól, tehát az is... Mondjuk erre az egész utazásunk alatt ez érdekes volt, hogy főleg a szálláson nagyon sokat tudtunk spórolni, tehát szinte soha nem száll. Mondjuk ehhez nagyon kellett az is, hogy mindig olyan égőkben voltunk, ahol, hogyha véletlenül nincs szállás a fejünk fölött, vagy nincs a fedél a fejünk fölött, kis sátor. Akkor se fogunk megfagyni, tehát akkor is annyi, hogy az ember az egyik bokor alatt alszik egyet, aztán megy tovább. De én azt hiszem, hogy ha 15 éjszakáért fizettünk a 2 év alatt, az akkor lehet, másokat az egy, igen, az egy reális kép. Nagyon nehéz volt Tahiti munkát találni, mert ugye a gazdaság nagyon, nagyon mélyen van, és a helyiek és munkanélküliségek küzdenek meg gondokkal. És kicsit rossz érzi, tehát szinte az ember rosszul érzi magát, hogy oda megy, és munkát kap, mikor a helyieknek nincsen. Mondjuk én azért kaptam munkát, mert tudtam japánul, meg angolul, és akkor így még azt is elnézték nekem, hogy franciául nem nagyon, de azért abban is igyekeztem fejlődni. Hát ennél kevésbé rám szabott munkát nehezen tudtam volna elképzelni, mint az, hogy igaz gyöngyöket áruljak Tahiti belvárosában. Igyekeztem elhitetni az emberekkel, hogy ez jó és szép és megéri. Nem nagyon sikerült, mert én az életben nem költeném ilyesmire a pénzemet. Meg ráadásul Tahitin tényleg, nem mondom, hogy nyomorogtunk, de ott aztán, tehát tudtuk, hogy mennyi ideig akarunk ott maradni, mikor tudunk elmenni, és tényleg minden fillért az élére kellett állítani, mert hihetetlen drágaság van. És más helyeken, tehát Hawaii-on is nagyon nagy a drágaság, de ott azért, tehát sok pénzért minőséget lehet vásárolni Tahitin, sok pénzért sem lehet minőséget, tehát sok pénzért is a kínait adják, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz volt megélni. És akkor emellett ott vagyok a luxusboltban, úgyhogy ruháim sincsenek, amiben igazán megjelenhetnék, és próbálom rábeszélni a turistákat, hogy vegyék a millió gyöngyöket. Hát ezen közben én nem tudtam japánul olyan szinte, valamennyivel is megtanultam nyilván japánul, úgyhogy ilyen alapkommunikációra képes vagyok, de hogy én japán nyelven reklámozzam magam, hogy ez munka területen bármi, hogy bárhová is elvigyen engem, az annyira nem megy. Úgyhogy nekem nem volt munkám. Tehát én főállásban vagy az autónkat szereltem. Ugye vettünk egy nagyon-nagyon rossz állapotú régi Renault Express-t, ami hát leginkább a nagyon leharcolt régi Dacia-khoz hasonlít.
legalább ismertem valamelyest a szerkezetét. Tehát így felnyitottam a motorházat, és így nem volt teljesen ismeretlen a kép. És Teodórát vittem munkába, hoztam munkából, jártam dobtanárhoz. Tehát amíg ő mondjuk munkában volt, vagy gyakoroltam a dobolást, vagy dobtanárnál voltam, vagy egyszerűen eltöltöttem valahol az időt, amíg együtt tudunk menni a közös próbára. Ez a fesztivál, amiről most beszélünk, ennek a neve Heiva, és ez a tahiti táncnak a legnagyobb fesztiválja, vagy amire a tahitin legjobban készülnek. És nekünk ez volt a szándékunk már, amikor oda mentünk, hogy ezen a fesztiválon szeretnénk szerepelni, szeretnénk fellépni. Hát persze azért ez egy elég vad elképzelés, főleg úgy, hogy azt se tudtuk, miből fogunk megélni, azt se tudtuk, hogy kell-e vízum, nem kell vízum, ott tudunk-e maradni. Azt tudtuk, hogy a felkészülési időszak az körülbelül fél év, úgyhogy megérkeztünk december végén Tahitira, és a fesztivál júliusban van. Gondoltuk, hogy januárban indulnak a próbák, addigra valahogy csak eljutunk egy csoporthoz. Hát ez mondjuk egy elég merész elképzelés volt egy olyan helyen, ahol internet szinte alig, tehát ezek nem ilyen hivatalos jelentkezési lapokat függesztenek ki, ahol fel lehet jelentkezni, és meghallgatás van, és próba, hanem ez úgy zajlik, hogy az unokatestvérének szól az egyik szereplő, hogy te figyelj, gyere te is, meg most kezdődik a próba, gyertek. És mindez egy olyan helyen, amelyik egy olyan szigeten, ahol mi nem beszéljük a helyi nyelvet, sem a franciát. Franciául, illetve tahitiul kellett volna, vagy ennek a keverékét beszélni. Úgyhogy egy pár hét után, amikor így tényleg nagyon el voltunk veszve, és bolyongtunk mindenfelé, meg ráadásul évvég, karácsony, új év, ugye senki sehol, kezdtünk eléggé elkeseredni és elkedvetlenedni. Szerencsére volt egy barátunk, akinek a jó indulatán nagyon-nagyon sok múlott, meg a segítőkészségén, és ő bemutatott minket nagyon sok mindenkinek. Mi nem nagyon értettük, hogy mit mond rólunk, de valószínűleg azt, hogy itt van ez a két őrült magyar, akik szeretnének fellépni a helyván. És így végül egy táncelőadáson, ugye annyi táncelőadást néztünk, amennyit csak tudtunk, hogy legalább ezzel is tanuljunk, mert hát tényleg olyan színvonalon táncolnak és zenélnek, hogy a hotelekben az előadások, szinte nincs este, hogy tahiti ne legyen valahol tánc és zene. És ezeket mi szépen végiglátogattuk, és az egyik táncelőadás végén az egyik táncos odajött hozzánk, hogy ti vagytok ugye, akik csoportot kerestek, mert a mi csoportunknak holnap délután itt és itt kezdődik a próbája. Mi összenéztünk, és nagyon boldogan megérkeztünk másnap délután a próbára, ahol azzal fogadtak, hogy hát mi kik vagyunk, mondtuk, hogy hát a barátunk mondta, hogy jöjjünk. Kérdezték, hogy ki a barátunk, mondtuk, hogy azt nem tudjuk. Nevét sem tudtuk, és ő ráadásul nem volt ott. És ráadásul mondták, hogy akkor hol van, de mondtuk, hogy sajnos igen, ő nincs itt. De hát ez is a tahitiak vendégszeretetét mutatja, hogy ez nem zárt ki minket a csapatból, mondták, hogy hát ha már itt vagyunk, akkor én álljak be oda a sor végére. Hunornak a kezébe nyomtak egy dobot, és attól kezdve az első próbától egyébként ez a részesei voltunk ennek a folyamatnak. A csoportnak a próbája ne úgy képzeljük, hogy most ott van a teljes létszámú csoport és elkezdik a próbákat, hanem igazából ez a toborzás kezdete is. Tehát körülbelül az első 4-5 talán vagy 6 próba arról szól, hogy összeáll a csapat. Mert menet közben ők még egymásnak elmondják a híreket, hogy ide gyere, oda gyere, hívogatják egymás csoportjaiba át egymás, és akkor így eltelik talán másfél hónap is, amíg összeáll az a csoport, akik aztán a csapatnak nevezhetők, és együtt. És ez egy elég nagy csoport, egyébként táncosokból 120 van, tehát 80 lány, 40 fiú, és emellett még van vagy 20 dobos, 10 énekes, meg még mondjuk 10 zenész, tehát körülbelül 200 emberrel kell számolni, meg ugye, tehát ez egy törzs. Engem mindig egy ilyen törzsi találkozóra emlékeztetett a próba, mert jött a nagymama, jött az anyuka, hozták a gyerekeket, leterítették a pálya mellett a kis színes kendőjüket, és akkor ők ott piknikeztek, amíg mindenki táncol, akkor a gyerekek néha betébláboltak, ők is úgy már onnan kezdve, hogy ekkora kezdi tanulni az anyukája mellett, hogy hogyan is vannak a lépések. És ugye általában ugyanez, tehát a családtagok vagy az idősebbek varják a kosztümöket, úgyhogy mindenkinek megvan a szerepe, mindenkinek megvan a feladata, és ez egy abszolút jól szervezett és nagyon precíz közös munka.
Az, hogy dolgoznunk kellett, vagy dolgoznom kellett, az nem volt, a tánc szempontjából nem volt túl jó, tehát nagyon örültem, hogy munkát kaptam, de az volt a baj, hogy végig álló munkát végeztem a boltba, és ez eléggé elnyírta a derekamat a mindennapi próbákkal együtt. Úgyhogy egy pár hónap után kialakult az az állapot, amikor már táncolni nem tudtam, mert úgy fájt a derekam, és akkor is jártam próbára, tehát természetesen ott akartam lenni, figyeltem a mozdulatokat, hogy legalább valamit azzal is tanuljak, azzal is fejlődjek, mert hát azért reméltem, hogy egy pár hét után ez elmúlik. El is múlt, mondjuk emiatt azért egy kicsit megingott a szerepem, vagy a helyem biztossága a csapatban. Meg ugye, ahogy az ember nem tudja tartani a lépést, úgy egyre hátrébb kerül. Ugye azért 80 táncos közt elég sok sorban áll az a 80 táncos, úgyhogy ahogy kihagyja az ember a próbákat, egyre hátrébb kerül, és akkor azért eléggé rossz volt ezt látni, mert az elején én tényleg mindent beleadtam, és utána meg az volt, hogy tényleg csak két kézzel kapaszkodtam, hogy csak mindenképp legalább a szereplésig eljussunk, a végét végig tudjuk csinálni. Papete városában a legszebb, erre a célra felépített arénában léptünk fel. 15-6 csoport volt, valahogy így volt a versenyző csoportoknak a száma, és hát óriási eredmény volt, hogy a nagy előadás, tehát összesítés versenyben minden kategóriát egybe veszünk, a második helyet csíptük meg. A dobosok, ugye a zenekarunk, aztán a maga kis kreatív blokkjával és az én dombjátékommal a harmadik helyet csípte meg. Aztán még sok egyéb kategória is van, amit a zsűri figyelt. Többek között a kosztüm, és a kosztümünk viszont a táncosoknak a nagy kosztümje, ami a záró képben táncolnak ebben a kosztümben, az első díjat. Új-Zélandon összesen azt hiszem 4-5 hetet sikerült dolgoznunk az ott töltött 3 hónap alatt. Egy ismerős ajánlott be egy barátjának az Aucklandi kikötőkben, egy nagyon-nagyon szép kis gyűjteménye van egy egyesületnek régi vitorláshajókból. És ezeket a régi fa vitorláshajókat újították fel. Konkrétan egyet ránk bíztak. Ugye a kérdés úgy hangzott, amikor oda kerültünk, hogy és tudtok csiszolni? Nagy magabiztossággal ráágtam, hát hogy ne tudnánk csiszolni, mindenki tud csiszolni, hát ide azt a csiszolópapírt. Aztán mutatták meg, hogy miről lenne szó. Tehát egy kis ékszerdoboz, 109 éves. De nem voltunk abban a helyzetben, hogy visszautasítsuk így a van. Munkát. Tehát még akkor sem mondtuk azt, hogy kicsit meglepő volt, hogy ez lesz a munkadarab, amit nekünk a penészből, meg a lehámlott festékből ki kell vakarnunk és újjávarázsolnunk. De aztán hát egy kis segítséget kapunk innen, onnan, úgyhogy ki fog ez alakulni. Úgyhogy meg is lett szépen. Úgyhogy dolgoztunk ezen a hajón napi 8-10 órában. Ausztrália speciálisan alakult, mert Teodórának vannak ott szegről végről rokonai, és első körben azt tűztük ki, hogy őket meglátogatjuk. Hát úgy sikerült látogatnunk őket, hogy ott töltöttünk egy hónapot. Hát azt hiszem, majdnem többet, mert egy hónapra meglátogattak a szüleim is, akik akkor már nagyon feladták, hogy minket valaha látni fognak, úgyhogy... Úgyhogy ebben való szomorúságunkban eljöttek, mert ugye a rokonok lévén így nekik is volt helyük, szállásuk, tehát ezzel nem volt gond, és egy egész hónapot eltöltöttünk így együtt. Igazából a rokonok is örültek nekünk, mert hogy ők már egy nagybátyám van ott, vagy hát egy édesanyámnak egy unokatestvére, aki még 56 után szakadt Ausztráliába, vagyis akkor még Dél-Afrikába, de most már Ausztráliába van, tehát hogy nekik. Tehát ez egy ilyen közös élmény volt, hogy ők is először voltak igazából életükben úgy, ő és a gyerekei, hogy milyen az, amikor család van a közelükben, és nem nincsenek egyedül. És nagyon jó volt a kapcsolatunk, meg valamennyit azért dolgoztunk velük is. Tehát. Hát annyit, hát nyilván ott fizetést nem kaptunk, de nyilván az egy hónapot, vagy hogy talán 6 hetet voltunk együtt velük, nem úgy töltöttük, hogy turistáskodunk. Tehát ott sem turistáskodni akartunk, és menni, és fényképezni, és látványosságok, és a többi, hanem velük együtt élni. És ennek ők maximálisan örültek is, mert segítségre mindig
volt szükségük a munkájuk kapcsán, és én is örültem, mert hasznosnak érezhettem magam, meg Teodóra is ugyanígy. Sydneyben voltunk 6 hétig, vagy szinte 2 hónapig itt a családnál, és utána pedig elutaztunk Alice Springsbe, mert ott volt lehetőségünk erre az önkéntességre, amit az előbb már említettünk, ahol egy aboriginál művész közösségben voltunk önkéntesek 2 hétig, és akkor onnan pedig autóval, barátokkal, autóstoppal mentünk el Darwinig, ami körülbelül még egy 3000 kilométer. Nem, Alice Springstől 1200. Ja. Nekem 3000-nek. Szóval észak felé még 1200 kilométer Darwin, és akkor odáig autóval mentünk el, és Darwinból pedig már repültünk tovább Indonéziába. Indonéziában. Ott már nem kellett semmiből. Ott igazából egy nagyon... Tehát anyagilag ott egy picikét elereszthettük magunkat, mert végre ez volt az első olyan ország az egész körünkben, az egész utunk alatt, ahol nem hipermagasak az árak. Ami még magyar pénztárcával is megfizethető. És ott tényleg, ott letelepettünk Bali szigetén, egy bérelt szobába, és az körülbelül arról szólt nekünk. Az volt a nyaralás. Az volt, tényleg ebben az utazásban ez volt a nyaralás, mert azelőtt ugye az anyagiaknak a számolgatása az, hogy tehát mindig a tervezgetés, a többi. Balin eleresztettük magunkat tényleg, átmentünk turistába. Igen. Meg ez is először volt olyan szerintem az egész utazás alatt, és akkor itt megdől az, hogy csak 15 éjszakáért fizettünk, mert ott így ugye van, kivettünk, tényleg, egy ott szobát, kivettünk egy szobát 6 hétre. Tehát több mint egy hónapra kivettünk egy szobát, és először volt olyan az egész utunk alatt. Azért nem. Na mindegy. Ahol tényleg függetlenek voltunk bárkitől. Tehát, hogy van egy saját szobánk, és saját magunk osztjuk be az időnket, és nem alkalmazkodunk, és ez azért eléggé felszabadító volt. Mert persze az ember, tehát, hogy nagyon jó volt másokhoz alkalmazkodni, meg tényleg a kíváncsiság vitt, hogy másokat megismerjünk, más kultúrákat, más embereket. De azért nagyon sokszor van az, hogy befogadnak. És akkor ugye az ember igyekszik elmosogatni, rendet rakni, rendet tartani maga után, esetleg még a házigazdája után is, aki elment más vendégnek dolgozni. Lenni valahol, és más egy saját magad által bérelt szobában élni a magad élettempójában. Úgyhogy jártunk szörfözni legtöbbet, béreltünk egy kis robogót, azzal bejártuk a szigetet. Onnan még Malajziába mentünk, Kuala Lumpurba. Ahol szintén fizettünk az éjszakáért. Így alatt is egy eléggé lefukan, de egy hostelbe vettünk ki szobát. Talán egy hetet voltunk Kuala Lumpurba, városnézés. Penang szigetén aztán voltunk. Penang szigetét kerestük még fel. Vonattal mentünk ott is, robogóztunk körbe. Igazából ez ilyen turistás menet. Meg hát akkor már tudtuk, tehát már megvolt a jegyünk haza. Onnantól azért teljesen megváltozott az egésznek a dinamikája, meg úgy, tehát onnantól már kevésbé volt nagy kihívás, meg igazából csak végig akartuk szórakozni még a végét, vagy nem tudom. Jó kérdés, hogy ott itthon ezt hogyan tudjuk hasznosítani, ezt a sok mindent, amit megtanultunk. Egyelőre én a leginkább a táncot szeretném tovább csinálni, vagy egyáltalán azért is elkezdtem táncot tanítani Budapesten. Hát először kerestem, hogy van-e valahol már, aki tahiti táncot oktat, mert hát mindenféle van, miért ne lehetne, nem találtam senkit, úgyhogy gondoltam, hogy csináld uram magad, ha szolgád nincsen, vagyis csináld magad, ha tanárod nincsen, úgyhogy elkezdtem tahiti táncot tanítani, és most már olyan körülbelül 10 vagyunk, és pár hónapja tanulunk, úgyhogy van ennek egy folyamata, meg igazából tényleg szerintem azok is, akiket tanítok, érzik bennem a lelkesedést, meg azt a hihetetlen szeretetet, ami engem a tánchoz fűz, meg amit igazából kapok. Tehát igazából talán nekem is szükségem van arra, hogy ez visszavisz abba a világba, meg abba az örömbe, abba a napfénybe, ami nem feltétlenül Tahitin volt, tehát nem egy felhőtlen örömre kell gondolni, de hogy az óceán közelsége, a napfény és ezek a vidám és felszabadult kultúrák, ezek,
ezek nagyon sokat tudnak adni, és én igazából ezt szeretném a leginkább továbbadni, vagy ez az, amit úgy érzem, hogy így haza szerettem volna hozni. Érdekes, hogy például a japán nyelvtudásomat szinte egyáltalán nem használom jelenleg. Tehát angolt, táncot tanítok és angolt tanítok, de hát angolul már akkor is tudtam, mielőtt elindultam volna, úgyhogy talán a diákjaim abból profitálnak, hogy nagyon sok érdekes történetet mesélek nekik az órákon. Nekem a dobtanítás az igazából még nem kezdődött el. Ez még egy terv. Ennek van egy olyan akadálya is jelen pillanatban, hogy ez az egyetlen dob van nálam, ez a nagy dob, ami itt van és kéznél van, és ahhoz, hogy ezt tudjuk tanulni, ahhoz több dobra lenne szükség. Van egyébként, küldtünk haza, postáztunk, de Franciaországban olcsó volt a posta, úgyhogy most ezek a dobok Franciaországban várják azt, hogy eljussanak Magyarországra. Egy rokonnál szintén, és amellett pedig a dobolásnak igazából a tánc adja meg az értelmét, tehát hogyha a Teodora részéről a csoport oda alakul, úgy alakulnak, hogy már élő dobra is szeretnének és tudnak gyakorolni, akkor a tánc és a dobolás gyakorlása az együtt folytatódhat. Tehát ez még kicsit odébb van.